Sziasztok! Leószky Zoltán vagyok, az Orcsát Magyarország egyik alapítója. Farkas Zsolt Benedekkel együtt ezt az előadást 2012. október 8-án tartottuk meg az Óbudai Egyetemen. Sajnos az előadásról készült videófelvétel első pár percével akadt egy kis gigszer, úgyhogy ezt most így, ebben a formában utólag pótoljuk. De akkor vágjunk is bele. Amit nem szabad itt se kifelejteni, mert ott az előadás előtt is elhangzott, hogy köszönetünket szeretnénk kinyilvánítani Fülöp Dávidnak, aki egyébként az Óbudai Egyetem oktatója, és ha jól tudom, még diákja is. Ugyanis ő rengeteget segített abban, hogy ez az előadás megrendezésre kerülhessen, valamint nagyon sokat segített nekünk abban is, hogy a későbbi tanfolyam létrejöhessen. De akkor lássuk is, hogy mi az az Orchard. Amit itt látunk, az a hivatalos önmegfogalmazás, ami nem csak az Orchard magyar oldalán, hanem az Orchard nemzetközi oldalán is látható. Az Orchard egy tartalomkezelő rendszer, de mi szeretjük inkább úgy hívni, hogy tartalomkezelő keretrendszer. Ugyanis bár tartalomkezelő rendszer elsősorban, és elsősorban így tudunk rá gondolni, de jóval több annál. És azon kívül, hogy az alap tartalomkezelési funkciókat már megoldva készen kapjuk, így például a ilyeneket, hogy blogposztok kezelése, lapok kezelése, felhasználó kezelés, mindennek a kilistázása, widgetek, ilyesmi. Azon kívül az Orchard egy remek fejlesztői keretrendszer is, amire bármilyen általános célú webes alkalmazást megírhatunk. Az Orchardnak, mint ahogy azt ti már bizonyára tudjátok, magyar oldala is van, az orchardproject.hu alatt található, és ezt az Orchard Magyarország tagjai üzemeltetik. Na akkor vágjunk is bele, hogy mi is ez az Orchard. Talán nem meglepő egy tartalomkezelő keretrendszer esetében, de Orchardban minden a nagybetűs tartalom köré épül. Méghozzá az Orchard tartalom modellje az egy nagyon flexibilis, kibővíthető valami, és ez egy nagyon klassz dolog. A későbbiekben majd látni fogjuk, hogy ez pontosan mit jelent, de egyelőre lenyelne annyi elég, hogy Orchardban minden tartalom, így minden módosítható, kibővíthető, ugyanúgy kezelhető. Ellentétben mondjuk a monolitikusabb tartalommodellt alkalmazó tartalomkezelők keretrendszerektől. Az Orchard egy C# nyelven íródott .NET-es program, így talán nem meglepő, hogy az ASP.NET-en fut, elsősorban, ha nem akarunk lemenni az elektronokig, egészen az alapvető architektúrában. És az ASP.NET-en futó, vagy arra épülő ASP.NET MVC keretrendszert használja, illetve az bővíti ki rendesen. Most pedig átadnám a szót magamnak, úgyhogy hallgassátok a továbbiakban az eredeti felvételt. Na most az Orchard kibővíti az ASP.NET MVC-nek a képességeit, és messze menőkig épít el. Mert hogy Apple-t helyezkedik el. Méghozzá, mint aféle nyílt forráskódú szabad szoftver, egy csomó egyéb projektet is magában foglal. Nem tudom, esetleg a közönség tagjai között ki az, aki ezekkel a szoftverekkel napi kapcsolatban van. Talán egy éjfelé az lehet a legismerősebb. De minden esetre az Orchardban rengeteg olyan projekt van felhasználva, ami szintén nyílforráskódú, közösségi fejlesztésű, aktívan fejlesztik, és kassza. Tehát ezekkel adott esetben, ha Orchardot fejlesztünk, akkor napi napára. És az Orchard architektúra pedig ezzel a négy szöggel írható le. Amit kiemelnék, hogy van az Orchardban a web framework része, amire aztán az egész többi épül. Ez az a web framework, ami az említett általános funkcionalitást biztosítja. Tehát ez az, ami úgy, hogyha egyébként egy normál ASP.NET MVC-s alkalmazást fejlesztenénk, akkor valami egyéb frameworkből szereznénk meg, vagy miért nem tanulunk meg. De hát annak még mi értelme van. Erre épülnek a core modulok. Kicsit fura lehet, hogy előbb van a framework és utána a core. De ez azért van, mert a core modulok épülnek a framework részére. Ugyanis az Orchardban minden modularizál. Tehát a rendszermodulon kívül minden modulokban van megvalósítva, vagy témákban. Elnézést. Méghozzá a nagyon fontos, így alacsony szintű funkcionalitás is.
Tehát például a navigáció, az is egy modul, bár az egy core modul. A felhasználó kezelés az egy nagyon fontos funkcionalitás, de az már nem core modul, mert ott például az ASP.NET ilyen authentication provider-eken keresztül lehet, hogy az ember mást akarna használni, mint az alapértelmezett. Ezért aztán az nem egy core modul. És hát az említettem a témákat. A témák és a modulok között az a különbség, hogy a modulokba így az ember általánosabb funkcionalitást pakol bele, tehát mondjuk egy fórum az egy dolog lenne, a témák pedig a kinézetért felelnek. Az Orchard galériában, ami egy ilyen központi gyűjtő oldal, ahol fel lehet tölteni kicsit, mint az Android Marketplace például, ott csomó modul és téma is van. És akkor lássuk, hogy mi ez a tartalom. Én mondtam, hogy az Orchard az tartalomcentrikus. Ez olyannyira így van, hogy az Orchardban minden egy úgynevezett content type. A content type az egy kompozit fogalom, vagy egy kompozit egység. Kicsit azt mondhatnánk, hogy ez olyan, mint egy class. Egy osztály. Ugyanis egy content type az egy leírása egy tartalmi formának. Tehát például egy blog post, az egy content type, több egységből áll, amik felépítik, de az egy content type. Viszont Orchardban nem csak így a blog postok például, vagy a kategóriák, hanem minden content type, a felhasználók is például. Na miért jó ez? Azért, mert a content type-ok azok kibővíthetők és módosíthatók. Tehát például a content part meg a content field az egy ilyen fontosabb fogalom. A content type-ok azok ezekből épülnek fel. A content part az egy ilyen nagyon funkcionális egység, ami komplexebb logikát valósít meg, például a cím. Az, hogy egy tartalmi elemű címe van, az egy content part, úgy hívják, hogy title part. A content fieldek azok kisebb egységek, azok csak sima mezők, tehát ilyen volt szövegmező. Most minden content type ilyesmiből épül fel. Én említettem, hogy egy user is, ez például azért jó, mert hogyha akarunk a felhasználóknak még egy mezőt adni, amit kitöltenek a profiloldalukon, akkor hozzáadunk a user content type-hoz egy mezőt, és onnantól kezdve minden usernek van nyelnye. Tipikusan a monolitikusabb felépítésű tartalomkezelő rendszereknél sokkal nehezebben megy. Itt az adminisztrációs felületről simán kibővíthetjük ezeket a tartalomtípusokat, de erről majd a későbbiekben nem szedem volt nekem. És ehhez már csak meg kell találnunk egy Visual Studio Solution-t, amely letölthető az Orchard Project.net-ről, illetve az Orchard Project WordPress oldaláról. Emellett, ha valaki kapásból magyar nyelven szeretné használni az Orchardot, akkor a mi weboldalunkról előre telepített magyar fordítással együtt tudja letölteni, ami hát nagyon hasznos. Úgyhogy akkor a betöltődési eddig egy kis lélegzettétel. Minél tudják kutatni, milyen másodpercig. Lássuk akkor, mit fogunk látni az elkövetkezendő percekben. Van egyrészt egy előre elkészített content type-unk. Van, aki örülni fog annak, hogy ez mit tartalmaz, van, aki nem. Ugyanis content type-unk neve, amit használni fogunk, az a force user. Tehát létre fogunk hozni, illetve be fogunk importálni néhány ismert Star Wars-os szereplőt, akiket aztán különböző módokon el tudunk helyezni a weboldalon, tehát ilyen kis, mondjuk ilyen kis enciklopédia szintjén. Ugye látjuk, hogy Visual Studio-ban elindítjuk a solution, futtatjuk, és ugye a Cassini szerver segítségével ugye létrejön a web alkalmazásunk, amit böngészőből futtatunk.
egy egyszerű telepítési folyamat során, ami most fog következni, installáljuk az orchardot, egyszerűbb, mint a megszerzett finish, megadunk neki egy nevet, egy ilyen orchard bemutatkozás, zongorában, mint egy jelszó, és ennyi volt, innentől kezdve, készül az orchard installációnk, rögtön a fő oldalra fogunk szembe találkozni. Amely másodpercek kérdése. Tehát akkor rögtön telepítünk is egy témát, csak hogy ne az egyiket használjuk, hogy lássuk, hogyan működik ez az egész. Jelenleg a galériában durván olyan 80 téma található, ami hasonló. Ezek közül ma találtam egy újat, ami nagyon tetszik, csak hogy kicsit így a Microsoftnak és az új technológiáknak kedvezzünk. Egy mangós téma, úgyhogy ezt rögtön telepítjük is. Pillanatok alatt letölti, elhelyezi a megfelelő mappában, ugye a Teams folderben. Innentől kezdve egy kattintásra be tudjuk eljönni, és onnantól megváltoztatjuk az oldalon kinézetét. Mégpedig, ha minden igaz, ezen a néven meg lehet találni. Tehát telepítünk egy mangó témát, importálunk egy content type-ot, néhány content item-et hozzá, bemutatjuk még a például a projektort, nem telepítünk témát. Nem, akkor maradunk az alapértelmezett témánál, amely ugye ez, tehát rögtön, amikor telepítünk egy orchardot, akkor találunk egy oldalt, látjuk, hogy alul elhelyezkednek vizsitek, mint minden rendes cél megmenítés, hanem vizsitek, ide is fogunk majd elhelyezni tartalmat. Innentől kezdve látjuk, hogy minden az extensibility köré épül, az extensibility fejezés köré épül. Látjuk, hogy rögtön megjelent az admin menüben az import-export menüpont. Ezután, ha megtalálom, akkor leimportáljuk azt a fájlt, amit korábban kiexportáltam. És meg is van. Látni fogjuk, hogy az exportálási folyamat végén létre tudok hozni egy újfajta content item-et, ez a force user. Ezzel együtt a content menüpont alatt látjuk, hogy már content item-eink is vannak, korábban ugye csak ez a welcome to orchard page volt. Na most visszatérve arra, amit Zoltán bemutatott nekünk, megnézzük, hogyan épül fel egy content type. Tehát van nekünk ez a force user nevű content item, bemegyünk a szerkesztőjébe, ahol egy felsorolásban látjuk, hogy milyen fieldeket és bárkodat tartalmaz. Most elég sok ilyen van, mi is pillanatok alatt létre tudunk adni ilyeneket, csak néhány alapvető párkot elmondok. Például az egyik legfontosabb a common párt, amely tartalmaz olyan mezőket, amelyek meghatározzák az adott content itemnek a tulajdonosát, mikor készült, mikor lett legutoljára szerkesztve, stb. Author root párttal például ilyen user-friendly URL-eket tudunk generálni, amelyek nagyon jó testre szabadulnak, tehát nem csak például megmondjuk, hogy dátum per név, hanem forgatási testre szabható URL-eket tudunk létrehozni. A bodycard segítségével szöveget hozzáadni egy adott content itemhez, példányhoz. A comments pár segítségével tudunk kommentálni, a text pár, title pár, elég egyértelmű tereket és címet tudunk hozzáadni. Látjuk, hogy hozzáadtam itt két fieldet, egyik a force user type, hogy milyen emberről van szó, illetve a fénykart színe is. Először is tegyük kereshetővé ezeket az itemeket, ez nincs más a szükségünk, mint a search modul bekapcsolni, illetve egy indexelő szolgáltatást előzni, amelyet most meg is teszünk, ezek után pillanatok alatt a kereső mezőt el tudunk helyezni az oldalon. Látni fogjuk, hogy hogyan tudunk majd keresni a meglévő content itemeink közül.
ezután még egy fontos lépés van, amit hajlamos az ember elfejteni, hogy nem előfordulhat. Ugyanis amikor bekapcsoljuk az indexelést, akkor engedélyezni kell, hogy egy adott content type egyáltalán kereshető legyen. Ezt ezzel a checkbox-szal tudjuk engedélyezni. Ezután, mivel még mindig X-Sensibility-ről van szó, megjelenik a search és a search index a settings alatt. A search segítségével, fel kell építenünk a keresőindexet, ez egy kattintás és fájdalommentes. Ezután a search segítségével meg tudjuk adni, hogy milyen fieldeket, tehát progressionként van megnevezve, milyen fieldek mentén tudunk keresni. Tehát ha én azt szeretném, hogy van valahány content item, de csak a címből szeretnék keresni, akkor a bodycardot kiszedem. De mi most szeretnénk a cím és a title és a body alapján keresni. Ezután nem kell más tennünk, mint megint bemegyünk a widget menübe, ahol ugye a nevükből adódóan widgeteket tudunk elhelyezni, és tetszés szerint a before main zónába elhelyezünk egy kereső formot, legyen a neve keresés, nem meglepő módon, és ezt elmentjük. Ezután ráfrissítek az oldalra, látni fogjuk, hogy betöltődik, hogy megjelent a kereső formunk. Hát amit látok, hogy megint csak egy élektetvétel jutna. És megjelent. Forrásütésre tudunk keresni az oldalon, tegyük fel, kiből van kettő. Anakin Skywalker tudatosodása mentén két darab content itemet hoztam létre, amelyen mindjárt szembe találkozunk, amint betöltődik. És látjuk. Tehát így néz ki, mondjuk Anakin Skywalkerhez tartozó content item. Látni fogjuk, amint megjelenik, hogy az előbb felsorolt content pártok milyen elemeket csatolnak hozzá egy adott itemhez. Tehát látjuk, hogy vannak tagek, van címe, van egy leírása, és a comments párt segítségével kommentelni is tudunk. Akármit. És ez rögtön megjelenik természetesen. Következőben pedig egy nagyon érdekes feature fog bemutatni, az 1.4-es verzióból elérhető projection. Ennek a segítségével a content itemeknek egy tetszőleges alkalmazást létrehozhatjuk, és ezt tetszőleges módon megjeleníthetjük, illetve nyilván a rendelkezésre álló eszközök segítségével. Ezt fogom most bemutatni. Tehát létrehozunk előbb egy query-t, aminek adunk egy nevet, legyen csapás. Na most a projekt egy ilyen query három részből épül fel, a filter segítséggel megadhatjuk, hogy milyen content itemeket szeretnék, hogy tartalmazzon. Sort kritéria elég egyértelmű rendezés, a layoutban pedig szintén organizációra szabhatjuk, hogy hogyan jelenjen meg. Tehát saját, ha mondjuk van egy saját téma, amiben én speciális CSS klasszokat hoztam létre, akkor ezeket hozzácsatolhatjuk egy pillanat alatt ezekhez a query-hez, és ugyanis meg az adott content itemeket szeretnénk. Úgyhogy a filter alatt hozzáadjuk, hogy nekem egy bizonyos content item-ra van szükségem ilyen esetekben, ebből ugye tudjuk, hogy ez a portfolio-ből, illetve mivel nem szeretném, hogy mindenféle szitek befőtközlenek közéjük, ezért a force user type-nál megmondom, hogy itt voltunk, azaz a force user type megegyezik a jelen értékkel. Ezek után hozzáadunk egy rendezést, legyen név alapján. Innentől kezdve az előnézetben látjuk, hogy három darab content item jelenik meg, őt mondjuk létrehozhatjuk, ezt a három content itemből létrehozhatunk egy külön content itemet, ami egyben tartalmazza ezt a hármat, de természetesen, ha új content itemeket hozott létre, amik egyébként jedik, akkor ezek meg fognak jelenni ebben a content itemben is, mert hogy a query innentől kezdve rájuk is vonatkozik. Legyen a neve,
állítsuk be homepage-nek, csak az egyszerűség kedvéért, hogy rögtön lássuk, hogyan jelenik meg. Innentől kezdve, ha újra töltöm az oldalt, látjuk, hogy a homepage megváltozik. Hamarosan meglátjuk, mennyi ére. Megint csak lélegzet érdekel. De arra kéne mindenki, hogy senki ne vonjon le következtetéseket így a performance-szal kapcsolatban. És látjuk, hogy megjelent. Csak a point kedvéért, hogy nem csak így lehet megjeleníteni, létrehozunk egy újabb query-t, amelyben a nagyon gonosz titeket fogjuk megjeleníteni, de őket már nem egy külön ilyen page-szerű content item-mel fogjuk megjeleníteni, hanem létrehozunk bele egy kicsitet, amiből szintén, amit majd nem fogunk jeleníteni, tetszőleges helyeken. Most nagyon-nagyon komoly technikai részletekben nem fogunk belemenni, mert akkor holnap után is itt ülünk, de midgeteket nagyon-nagyon messze menően szintén testre lehet szabni, hogy hogyan, milyen oldalakról jelenjenek meg. Hát én most egy bizonyos megjelenítési módot fogok választani, ez a sima mezei midgetként a jobb oldalon megjelenítés minden oldalon, de még akár logikai kifejezéseket is megadhatunk, attól függően például, hogy az adott userbe van-e jelentkezve, milyen oldalon tartózkodunk, mi az aktuális dátum, tehát tényleg mindenféle kritériumok szerint meg tudjuk határozni egy kicsit, hogy eljelenjen. De amit nagyon fontos kiemelni az orcsára kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon magas szinten testrehatható az, hogy mit és hogyan szeretnénk megjeleníteni, mindezt kódolás nélkül. Na most létrehoztam ugye már a körünket, amelyet teket alkalmazza, és szintén csak ugye a Fortuner Content Type-ból, mondjuk random elrendezés szerint. És a preview-ban látjuk, hogy két item van, és a tekerdőek az előzőektől, és ezt meg bezárjuk, és létrehozunk egy zsidet, amit mondjuk elhelyezünk, hogy mennyire látszik, hogy jobban látszik, tehát elhelyezünk mondjuk a Fire Second zónában, egy projection widgetet választunk ki, legyen egy code layer, de látjuk, hogy itt már két projection áll rendelkezésünkre, tehát mind a kettőt kitehetünk widgetbe, de ugye a györiket már elhelyeztük valahol. Úgyhogy most őket is elhelyezünk egy widgetben, és látni fogjuk, hogy az érem már két oldala van, egy oldalon látjuk a megadott györiket. És megjelent az eredmény. Körülbelül 10 percre megy a demo, ennyi idő alatt rengeteg mindent véghez lehet vinni az admin felületen. Nyilván látjuk azért, hogy ez egy nem kisméretű menü, tehát az ember új az orcsádban, akkor fel kell egy kicsit fedezze a saját lehetőségeit. Ennek nyilvánvalóan azért van segítség. Egyrészt például egy ilyen videó, ami most készül, egyéb leírások, a dokumentáció mentén nagyon könnyen gyorsan meg lehet tanulni, hogy hogyan kell az admin felületet mit használni, hogy mit mondtam, kódolás nélkül komoly feature-eket implementáljunk a oldalunkba. És nagyjából ennyi lett volna akkor a demo, mert mi tovább. Nézzük akkor. És interfekszor ezt használom. Lehet, hogy azért már nem amíg értünk. Most itt látunk egy eléggé kis weblapokra hajozó weblapnak az első lépéseit, de az orcsán az nem csak
nem csak erre jó. Nagyon klassz dolgokat lehet benne megcsinálni, ami nagyon messzire szakad az ilyen mindennapi befejlesztési feladatokról is. És most erre fogunk két példát látni. Az egyik az egy Signaler felhasználás lesz. Nem tudom, esetleg valaki használ már Signaler keretrendszert a adatok felhasználásra? Nem. Akkor ezt elárulom, hogy ez egy olyan keretrendszer, ami ilyen olyan webes alkalmazások létrehozását teszi lehetővé, amiknek folyamatos élő kapcsolata kell rendelkezni a szerverhez. Tehát például egy webes játék, hogyha annak nagyon folyamatosan kell frissülnie, tehát az én képernyőn folyamatosan kell frissülnie, hogy az ellenfél éppen mit csinál, az Signal erre könnyen megoldható, mint mondjuk egy JavaScript-es folyamatos, a szerver folyamatos pingelésével, mert a Signaler az különböző technológiákkal, végső soron egyébként szintén Ajax-szal folyamatos kapcsolatot próbál meg fenntartani a szerverrel. Például mondjuk éppen Pepsok egyszer keresztül, ha az éppen elérhető a készülből. Most egy lengyel kollégánk, bizonyos Piotr Schmidt, ezt úgy mondják ki, megalkotta a Signalernek az olcsádosi integrációját, úgyhogy most erre fogunk egy példát látni, hogy mégis mit is tud ez a bizonyos rendszer. Piotr azt csinálta, hogy két böngészővel megnyitottam ugyanazt az oldalt, és itt egy rajzfelületet látunk. Ami az érdekes lesz, az majd most következik, minden igaz, hogy elkezd rajta rajzolni. Ez egyébként a saját gépén fut mind a kettő, de persze ez akkor is működik, hogy a szerveren van alkalmazás, sőt akkor működik csak igazán, mert ez egy asztali operációs rendszer, Windows szerverem, viszont sokkal több kapcsolatot fent tud egyszerre tartani, mint az asztali. És itt az történik, hogy az egyikben rajzol, és a másikban rögtön megjelenik az, amit rajzolt. Ez így nem tűnik olyan nagy durralásnak, de webes körülmények között, hogy ilyen responszív legyen egy alkalmazás, az nem mindennapos. És Signalerrel ez viszont elérhető. Persze az, hogy egymásnak rajzolunk, és az rögtön megjelenik, az csak egy felhasználási példa, de mondjuk a Draw Something nevű fél évvel ezelőtt nagyon sikeres játék erre az ötletre épült. Viszont folyamatos cseteket lehet ezzel megcsinálni, hogy nem lehetne mindenféle játékokat, ilyesmiket, és ez is egyébként egy borcsárdal. Ez egyébként nem volt egyszerű annak idején megcsinálni a Piotrnak, mert az orcsár egy kicsit kilóg az ASP.NET-es alkalmazások közül a tekintetben, hogy mielőtt moduláris a felépítése, ezért modulárisan kell ki- és bekapcsolni is egyes részeit, így a webconfigos konfigurációban nem igazán tud együtt élni. Ha a webconfigban, hogyha beállítunk valamit, akkor az központilag meg kell írni a webconfigban, és az egész weblapra érvényes. Mert az orcsárnak ennél többre van szüksége, mert ott például, hogy telepítek egy modult, az nem tud beállítani a webconfigba, tehát azt valahogy másképp kell megoldani, hogy az ilyen egyébként csak webconfigból megoldható beállítás. Ez Signalernél nem volt egyszerű, mert ez igényelt volna a webconfigos beállításokat, de végül is sikerült összerakni a Piotrnek. A másik projekt, amit most be szeretném mutatni, az pedig az enyém, és az a neve, hogy Associative. És az egyike a tanárnak ilyen kevésbé tipikus projekteknek kocsálom. Ugyanis itt arról van szó, hogy legyen egy tudás ábrázoló és tárgyaló rendszer, ez az asszociatív, ha betöltődik a webről, ha nem, akkor tudok a videót mutatni. Az asszociatív alapötlet egyébként az, hogy van egy tudásgráf, itt egy olyan gráf, aminek a csomópontjaiban tudás elemek vannak.
ez orchard alapokon fut. Ugye az orchardról tudjuk, hogy content type-okkal operál, azok pedig flexibilisek, tehát akkor tároljunk content item-eket, amik a content type-ok alapján készülnek. Meteközben megfigyelzi az internet. Úgyhogy végső soron az asszociatívja azt csinálja, hogy van egy grafban csomó tartalmi elem. Ezek lehetnek blogposztok is, annál azért komplexebb tartalmi elemek is. Itt a jelen példában egy saját tartalomtípusból lesznek elemek, csak a példa kedvéért, méghozzá fogalom tartalomtípusokból. Amit látni fogunk, és már látnak, ha működne az internet, és már működne, köszönöm, Bence, az egy olyan gráf, amilyen fogalmakat tárol. Ez csak a példa kedvéért van természetesen, egyébként bármit tárolhatnánk benne, méghozzá ebben speciál magyar fogalmakat. Ez messze menőkig kihasználja az orchardnak a rendelkezésre álló szolgáltatásait, tehát arra építünk. Itt vannak ezek a bizonyos fogalmak, amik, mint említettem, content type-okról készülő elemek. Tehát én felvihetek az admin felületen ilyen tartalmi elemeket, és felépül belőle egy ilyen szép graf, ami mindjárt be is töltődik. És ez az a része, ami viszont már nincs benne az orchardon természetesen, tehát ez nem hozzáépül. És úgy, hogy egy ilyen különlegesebb megoldás, mint a Signaler. Feltéve, hogyha nem fagy le az Internet Explorer. És nem fagyok le, úgyhogy látjuk is a kápot. Ez az, ami el van ment az adatbázisban. Ez most egy SQL adatbázisban van, de egyébként, és ez még egy különlegesség, Graph adatbázis is lehet használni. Tehát a sikerült megoldani, hogy az Orchard-dal jól együttműködjön a Neo4j nevű Graph adatbázis kezelő. Úgyhogy ilyesmit is megoldható. Nincsen ennek igazából gátja. A rendszer egyébként olyanokat tud, hogy mondjuk itt elindulunk egy kifejezésnél, legyen az a német, és kezdjük el felfedezni a gráfot, feltéve, ha igen, ez a fedezés szerint internet ez fel nem igazán működik. Igen, köszönöm szépen. Akkor, de mégsem működik. Kiválti, de működik. Amit most sikerült, hogy rányomtam itt a közvetítünk körüli helyet az Explorer-gombra, ami azt csinálja, hogy lekérdezi az adott kifejezéshez tartozó, vagy onnan három egységen belül elérhető részgráfot, és azt így megjeleníti. Tehát így nagyobb gráfokat be tudunk járni. Így lépésről lépésre, úgyhogy mindig egyre nagyobb szeretét fedezzük fel. Amit hasonlóképpen lehet benne keresni is, mert hogy az egész igazából erre megy ki. Azért az a neve, hogy asszociatív, mert asszociatív a közötti kapcsolatok. Tehát az egyes elemek közötti kapcsolat az egy ilyen humán gondolkodásmódban értelmezett asszociatívítás szimbolizál. Úgyhogy itt mondjuk a BMW-ről meg az Audi-ról, vagy a németről azért ülteszünk be a BMW meg az Audi, mert azok német autók. Úgyhogy nézzük is meg, hogy tud-e ilyenre gondolni, tehát írjuk persze, hogy német, és legyen autó. Egyébként is egészít így a BF kifejezéseket. Köszönöm szépen a hiba üzenetet. És ha minden igaz, akkor a németre és az autóról a német autók kellenek egy eszébésre. És mert véletlenségből ez meg is történt. Nagyjából ilyesmi a dolog. Ez egyébként egy csomó orchard modulból áll. Van egy magja, meg néhány kiegészítő modul, ugye megjelenítéshez, stb. Ez külön, tehát ez is modularizált, vagy az orchardban minden. És ez úgy van kialakítva, hogy a fejlesztők is belenyúlhassanak, hozzáépíthessenek olyan alkalmazásokat, amik felhasználják a szolgáltatásait, nem kell feltétlenül ezzel érni, ami van. De ez csak egy példa volt arra, hogy ez is orchard, pedig hát nem úgy tűnik, mint egy tartalomkezelő rendszer. Ez nem egy tipikus tartalomkezelő rendszeri feladat. Tehát ennyi törvő, és akkor látok a közösség jól várt az egész projektet. Ezeket tartunk milyen kettő beszemetet. De tényleg. Hát akkor ez egy kis pihenő, amíg elemek felkezdve. Talán neked sem. És reméljük el a többség. Viszont is látjuk, igen, egyébként kérdéseket azt nyugodtan fel. Megjelenítés, az milyen
Ez egy hiszen JavaScript-es megoldás, úgy hívják egyébként a JavaScript Infobiz Toolkit az eszköz. Ez többek között egy gráf megjelenítésre is használható, meg diagramokra, mindenféle. De van egyébként még kettő másik féle beépített. Az egyik a szerveradon generálja a képet, mely van még egy JavaScript-es. De egyébként is bővíthető, hozzá lehet írni. A lokálhoztól a webre való kilépéssel kapcsolatban körülbelül van egy probléma, vagy hogy feltöltése, megoldás feltöltése, tudjuk meg. Igen. Mert találhatok ilyen? Ja, az. Vagy nagyjából. Ugye a lokálhoztól a webre való kilépés, egyrészt WebMatrix, az egy nagyon jó megoldás erre. Ugye ilyenkor nem az előbb látott source package-et fogjuk használni, hanem az előre fordított binárisat. Egyébként Visual Studio-ból ugye tudunk forráskodot deployolni, szerverrel, bármilyen hostingrel, például Keyhost-ra. Igen, tehát ez semmiféle problémán nem működik. Van egyébként a magyar blogban egy háromrészes cikksorozat, amit én honnan írtam, és ez nagyjából erről szól. Tehát ezeket a folyamatokat írja le, hogyan kell bekonfigurálni, például egy Windows szerver környezetben. Tehát a kollégának volt két kérdése, mind a kettő így valószínűleg mindenki számára jelentős, hogy akkor ezt most meg is mutatjuk. Az egyik kérdés volt, hogy mennyire testre szabhatók a mennyire testre szabható megjelenés. Jól van? Igen, az hát lényegében bármennyire, tehát ez tőled fog, hogy mennyire. Ugyanis, csak akkor mutatnám, és az orcsadalom megjelenítését, mint hogy aztán már is mondott a témák felelnek, amit egyébként az admin felületről adottak a témák. Meglepő gondolom a témák menüpontról alállíthatók be. Egyébként itt is lehet a galériuk, ahol teljesíteni témákat, hogyha van internet éppen. És hát a témák szabják meg az egész frontendnek a megjelenését. Ezt mindjárt meg is mutatom. Általában egyébként úgy van egy téma felépítve, hogy meghatározó zónákat. Bocsánatban van egy ilyen fogalom, hogy zóna. A zóna az egy ilyen az a frontenden egy zóna, mégpedig zóna például itt a fejléc, zóna a menü, zóna itt a tartalmi rész, vagy a oldaldoboz, ilyesmi. Tehát a téma által meghatározott zónákon belül, meg a téma által elérhetővé tett beállításokon belül, ha a téma ilyet tesz, mert olyan téma is van, ami megad ilyen beállítási lehetőséget, tehát például fejléc színe, ilyesmi. Azokon belül az adott téma használatával is testre lehet szabni a megjelenítést, tehát simán így az admin felületről. Ha pedig akarsz témát írni, mert fejlesztővel és egy kiállásnak fejlesztesz le egy speciális oldalt, akkor annak minden további nélkül neki lehet ugorni. Igazából egy témához csak egy CSS fájl kell. Tehát onnantól kezdve, hogy van egy CSS fájlod, onnantól kezdve te írhatsz a saját témát. Ha nem elégedsz meg csak a CSS-ből való beszabással, akkor pedig az orcsátban a megjelenítési rendszeren keresztül minden egyes darabkát testre lehet szabni, és felül lehet definiálni. Mondom itt arra, hogy például a fejlécet megjeleníti egy darabka kód. Ez egy HTML fájl lényegében, de csak néhány soros. A témádban belerakhatsz egy fájlt, ami ugyanúgy hívnak, mint az a bizonyos fájl, ami valahol benne van a rendszerben, és onnantól kezdve a rendszer azt a fájlt fogja használni, amit a témában beleraktál. És azzal, hogy azt tetszőlegesen módosíthatod, tetszőlegesen befolyásolhatnál ennek a renderelését. És ez minden egyes darabjára a rendszernek igaz. Tehát ugye az MVC paradigmából kölcsönzött view fogalmaz itt is megvan, tehát minden egyes megjelenített részért egy külön fájl felel, de nem mindegy, de nagyon sok fejre van felosztva, ezek mind külön definiálható, módosítható. Úgyhogy remélem, ez meg van szóval kérdés. Akkor a másik sörnyítő ütömeg kombinációt érő kérdés, az pedig az volt, hogy a usereknek mennyire testre szabható az, hogy bizonyos userek mit tehetnek meg, főleg az admin felületen, ugye, például egy mondjuk több egyszerű példa, egy olyan blog, amiben több szerkesztő van például.
de ugye a főszerkesztő szeretné megszabni, hogy nem tudom, ez az ember csak bizonyos blokkhoz, mondjuk van több blokk, ehhez a blokkhoz, ahhoz a blokkhoz fél hozzá, ezt olvasni tudja, azt írni tudja. Erre is van természetesen lehetőség. Még pedig a users menü pont alatt le van fordítva a felhasználóknak, hogyha letöltjük a fordítást. Van a roles menüpont, ahol látjuk a meglévő szerepköröket, ezeket szintén messze menőkig leszaphatjuk. Nézzünk bele mondjuk az adminisztrátorba, ugye látni fogjuk, hogy minden egyes feature, amelyik a saját belkeink belül hozzáféréseket definiál, például az autorútnál megadhatunk egy olyat, hogyha én létrehozok egy content itemet, akkor én azt beállíthatom el a homepage-nek. És az adminisztrátornak nyilván teljes jogköre van, ez az adminisztrátor megteheti, hogyha létrehoz egy blogposztot, egy page-et, akkor ezt a bizonyos content itemet, ezt átállítja arra, hogy ez legyen a homepage. És látjuk, hogy minden nagyon sok feature van, eleve a core-ban, ezek nagyon sok különböző hozzáférést definiálnak, ezeket megadhatjuk, hogy melyik milyen hozzáférést kap. Tehát látjuk, hogy nagyon sok lehetőség van alapból. Természetesen, ha saját blogot írunk, akkor ott létrehozhatunk saját hozzáféréseket, és ezekkel nyilván kibővül a választék. És utána ezeket leszakhatjuk szintén. Új szerepköröket hozhatunk létre, a linkereket ide-oda pakolhatjuk különböző szerepköröket, és így ezeket a szerepköröket leszakva nagyon komplex rendszert tudunk létrehozni a userek szempontjából. Ez így. Egy kérdésemre csak láttam, hogy az összeszabályrendszerben egyetlen egy lehetőség volt a widgeteknél, vagy engedem, vagy nem engedem, hogy azt menedzseljék. Lehet elég bejelentést venni, vagy ez így ebbe kifut? Lehet, ehhez írnak fel egy modult, amiben új hozzáféréseket generál, ráfasztatjuk például arra a folyamatra, amely egy widgetet létrehoz, töröl, módosítani, megmondani, hogy tegnettől kezdve leellenőrzött, hogy ez a bizonyos role, vagy user rendelkezik azzal a permission-el, amit te létrehoztál, és onnantól kezdve te meg tudod állítani a folyamatot, hogy te ezt nem teheted meg. Szóval akkor legyen a widgethez rendelet hozzá szabályt, és megfordítva? A widgethez rendelem hozzá a szabályt. Ugye most vagyunk a role oldalon, és itt nem a widgeteket már tudjuk ismerni, és szabályt elvenünk hozzá, nem ahogy elmondtad, nem is annyira én értettem, amikor létrehozom a új widgetet, akkor nem lehetett hozzá egy szabályt, egy user-t, aki használhatja. Ez most a widget content type-ra vonatkozik. Igen. Nem egy bizonyos widgethez. Szóval ez most ugye a globális jogosítás. Ez most preferenci globális. Igen, Morszalinnál, hogy az 1.5-ös verzióban már ez korrigott jelentőségek. Tehát itt definiálhatjuk, hogy az egyes content type-okhoz milyen jogosultságok vonatkoznak, ami az összes content item-re, amit a content type-ból létrehozunk, igaz. Tehát ha itt beállítjuk, hogy a widget az kiszámára szerkeszthető, akkor az összes widgetre vonatkozik. Viszont van egy olyan modul, ami szintén beépített, csak engedélyezni kéne, amivel minden egyes content itemre, minden egyes widgetre külön beállíthatjuk, hogy az az adott widget, például de a blogposztra ugyanígy, vagy a lapokra ugyanígy, ki számára szerkeszthető, ki számára látható, ilyesmiket. Igen, tehát ez a content item permissions, ami majd egy engedélyezés és bekapcsolás után a magához, amit az előbb láttunk a roles alatt, egy szép hosszú checkbox listát, csak az ugye adott role-okkal létrehoz, és megadhatjuk, hogy azt az egy bizonyos content itemet, viszont már csak ez a role így úgy. És ugye a maga a content item permission az erősebb. Tehát az a sima mezei content type permission fölött ráhelyeződik, és azt tovább rákér az esetben. Egyik kérdés. Mennyire bonyolult az orcsáthoz egy új modult, mondjuk egy sima másfél ötletesen Hát ez nagyban függ attól, hogy mit akarsz benne megvalósítani. De egyébként nem. Alapvetően egyébként az orcsatból azok áskodott, hogy nem vécé érják. Tehát végsősoron, ha egy érját tudsz írni, akkor tudsz írni egy módot is. Lényegben egyetlen egy különbség van, hogy bele kell rakni egy módot.txt file, ami egy ilyen metafile, leírja, hogy mi a módot neve, mit
kikészítettem, meg ilyesmiket, de azon túl, ha azt már beleírtad, akkor a modul, ami egy külön projektvállalatban van, az ugyanúgy működik, mint egy éria. Persze ennek így sok értelme nem lenne, onnantól kezdve viszont már bele kell ásni magának az embernek magát az orcsát apjaiba, és ennek van egy tanulási ideje. Tehát a mennyire egyszerű kérdés az a válasz, hogy felületesen egyszerű, meg témákat írni az szintén egyszerű, ha egyébként társadalmat MBC-hez mondjuk befelezéshez vagy szokva, és minél több mindent akarsz elérni, annál nehezebb. De érdemes megtanulni, mert a végre kiderül, hogy ez nem túl bonyolítva van, hanem azért ilyen bonyolult, mert egyszerű lenne, akkor minden lenne kibonyíthető, és a nagyon hamar előjöttet látodik. Modulok adatai közötti átjárhatóság mennyire van megoldva? Modulok adatai közötti átjárhatóság, szóval egyes modulok más modul által bekérmentett adatokhoz hozzáférése. Ez mennyire egységes? Igen, semmi gombanálkötés. Vagy igazából akár a barát szintén. Magyar folyamat és elvonulat. Hát ennek ez valami egy dologban megoldható, nagyon sok kérdéppen. Ami így az ajánlott verziója a különböző megoldásoknak az, hogy service passzokat ír az ember. Itt nem webservice-re gondolok, hanem tényleg service passzokra. És aztán más módokból azt lehet használni. Az egész ország egyébként egy dependency injection framework-öt használ, az autoplakot. Tehát lényegében bekész konstruktorban egy interfészt, és kapsz egy implementációt. Most ha olyan interfészt kérsz be, ami egy másik modulnak a szervize, akkor azt meg. Úgyhogy ez ilyen egyszerűen is működik. Adatbázisban tárolt adatokra, meg az orchat szervizein keresztül általában. Az olyan, hogy neked van egy olyan modulod, ami létre az egy blogpost content type-ot, és adatok keresztül azon a modulon keresztül lehet a blogpostokat szerkeszteni. Akkor az orchard szervizén keresztül, az orchard tartalmi lévő szervizén keresztül, akár egy másik modulból is eléred a blogposztodat. Minden sok ilyen módon lehet, ez megoldva. Igen, azt akartam kérdezni, hogy tudnál nekem arra példát mutatni, hogy különféle URL-hez különféle ilyenokat tudjak hozzárendelni? Itt most arra a designer tools-okra gondolok főképpen, ugye a modulok közül. Illetve azt, hogy különféle URL-hez tetszőleges mennyiségű pontrendet tudjak hozzárendelni a hozzájutartozó templéteken belül. Mondjuk, hogy egy indexet akarnál szerintem például. Na most nem vagyok benne biztos, hogy most megfigyeltem a kérdést. Tehát különböző URL template alatt mondjuk azt mondom, hogy van a per content item típusa, per dátum, per... Én azt mondom, hogy index per home, per mit tudom én hirdetések, per details, per mit tudom én csinak. És én azokra a külön ajánlatokat szeretnék nyilván használni, nem pedig csak egy darab tímet, mint amit itt mutattál, hogy így alapból ugye egyetlen egy darabot lehet neki kijelölni. Ez ugye valódi weboldalra nem igazán lehet így. Igen. Ez az, ahol a typical az is szóba kerül is van egy csomó. Akkor mondja az. Igen, tehát egyrészt van egy typical, ez azt hiszem csak a galériából elérhető. Na most így hirtelen. Tehát egyrészt van a typical nevű modul, amit megmondom, hogy én még nem használtam, de kielégíti nagyjából azokat a elvárásokat, amiket elmondtál. És ezt mindjárt meg is fogjuk látni, nagyjából. Akartam kérdezni, jött? Jó. Igen. Hát azt tudom mondani, hogy nem tudom nagyjából, hogy fogunk időben végezni, de esetleg nézd bele, vagy hát igen, ezt még később akkor előadás után vagy megbeszélhetjük, vagy nagyjából mit tudunk kérdezni. Nekem úgy is, hogy ha most az indexes például marad, és akkor köszönjük a támogatásokat az indexportoknak, mindenki nézzenek. Nem. A szintikör az mondjuk akkor használatos, hogyha tök külön témát akarsz egy, mondjuk egy pár szalat használni, tehát mondjuk akkor az indexes például marad, ha a velvet. Bevetett a tök külön témával.
mondjuk azt akarod, hogy például egy másik rovatnál kicsit más az elrendezés, akkor hozzáadhatsz egy vidit layert. A vidit layerek úgy működnek, hogy azon az adott vidit layernek meg lehet volna egy folyárnyelme meg, például URL alapján, és azok a vidgetek, amiket ahhoz a layerhez adtál hozzá, csak ott fog megjelenni, csak olyan elrendezésben, ilyesmi. Ha ott is kell némi dizájnbeli változtatás, akkor meg lehet szírozni CSS-re azt az oldalt, mert egyébként oldalanként is vannak CSS passzok, meg elég jól lehet szírozni a beépített témákkal, tehát annál erre gondoltak. Azt hiszem ez a két változat, ami előjött. Még kérdés esetleg? Akkor szágyadunk tovább a közösség felé. Minden igaz, akkor sikerül nekünk. Igen, hát a végén a hűtőmágnes gyárisörnyedó kérdésé működni. Jó, tehát akkor néhány szó arról, hogy milyen emberek találhatóak meg itt az Orchard környékén. Egyrészt, amit el kell mondani, az, hogy jelen állapotában az Orchard az a még mindig kicsit a részben a Microsoft szárnyai alatt áll, ugyanis egy főállásban Microsoft alkalmazott az, aki legfőképpen így a projektnek az élén áll, de ettől függetlenül az Orchard már nagyon régóta egy közösségi projekt. Tehát amint látjuk, nem látjuk, de van egy úgynevezett steering committee, amely minden héten egyszer összeül egy ülésre, és egy linkes meeting alkalmából bemutatjuk egymásnak, ha például van valami új feature, amit implementáltunk, és ezt szeretnénk ledemózni, megmutatni a többieknek, itt lehet véleményezni, megbeszélni erről. Minden héten én készítek felvételt, és ez másik a YouTube-ra tett ezeket. Ha minden igaz, jól emlékszem, akkor augusztus első hete óta ezek a meetingek már fönn vannak YouTube-on, ezeket meg lehet tekinteni. Itt nagyjából olyan 15-18 fő körüli részvétel van, hát nagyjából a világ minden tájáról. Tehát legfőképpen ugye az amerikai kollégák, mivel hogy ugye Microsoftról van szó, emellett ugye részt veszünk mi Zoltánnal, francia, lengyel, holland és egyéb nemzetiségű kollégák is részeznek ezen. Hát nem utolsó sorban kicsit ilyen kulturális kitekintés is, mert egyrészt jó más nemzetiségű emberekkel beszélgetni, de nyilván ez egy szakmai dolog, és nagyon sokat tudunk tanulni egymástól az ilyen meetingek alkalmával. Ugye van egyszer egy fórum, minden igaz, akkor még tudunk adott nincsből. Tehát van egyszer egy fórum, ugye az Orchard Complex oldalán, orchard.complex.com, ugye itt van a discussion board, ahol kérdéseket tudunk szintén egymásnak föltenni, ezekre lehet válaszolni, stb. Illetve hát az issue tracker, amelyben az Orchardnak a 18-19 000 felfedezett bugon lehet kicsit rágyúgni, illetve hát javaslatokat tenni, hogy hogyan kívánjuk őket magyarítani. Ebből már nagyon sokra van zárva. Tehát most jelenleg a következő verziói már csak 16 darab van, amit meg kell oldani. Illetve az Orchard Stack Overflow is jelen van. Itt is lehet kérdezni, válaszolni, szintén a Complex egy discussion boardhoz hasonlóan. Ugye említettem a heti közösségi webmeetinget, amely kedvesténként kerül megrendezésre. Magyar idő szerint este 9-kor, hát ez a kedves amerikai kollégáknak éppen délben elég időben esik. Illetve az Orchard első hivatalos konferenciája, a Harvest, idén szeptemberben 8-án és 9-én került megrendezésre Los Angelesben, Santa Monica-ban, ahol Zoltán jelen voltunk, és előadók is voltunk a második napon. Hát itt összegyűlt nagyjából egy 70-80 ember, akik Orchardban érdekeltek, sokan újak voltak, tehát volt, aki éppen így az 1.5.1-es verzió valami a legaktuálisabb találkozott még csak éppen, de voltak 0.1-es felhasználók is, ez nagyon érdekes volt. Ebből a 70-80 emberből, hát durván 90%-uk mind az Amerikai Egyesült Államokból jött, tehát hazai pályán voltak, mindössze 6-an voltunk Európából, de mert velük egyrészt jó barátságot kötöttünk, meg hát a többiekkel is. Ugye konferencia arra jó, szintén mint a webmeeting, ahogy említettem, hogy az ember más nemzetiségű kollégákkal tud találkozni, eszmét cserélni, szakmai beszélgetés mindenféle kötetlen körülmények között.
Nem utolsó sorban az egy fontos dolog volt, hogy minket úgy hívtak meg, hogy előadtunk, és ez igazából nagyon sikeres is volt. Zoltán beszélt a kereső optimalizálásról, tehát egy kis modulcsomagról, hogy hogyan lehet egy olcsát a szájtot a crawlereknek kicsit vonzóvá tenni, illetve én pedig arról beszéltem, hogy hogyan lehet WordPressről blogot átmigrálni olcsátba, ami hát azért, ha létezik, már pedig létezik, akkor egy komoly fegyverkény amellett, hogy valaki az olcsátot választa, és nem a WordPress. Úgyhogy már ezt is meg lehet tenni. Igen, nem véletlenül nézek rá időt. Úgyhogy már ezzel is lehet operálni. Lássunk néhány képet a konferenciáról, hát itt van a közönség. Itt van Adrian, itt van ezerrel twitterezik, hogy mi történik. Hát sokan voltunk, úgyhogy nagyon jó volt. Igazából a második napra már csak egy ilyen, nem is tudom, 60-60 körüli, 50-60 körüli létszám volt, de hát így is azért szerintem elég nagy dolog, hogy ennyi ember előtt tudtunk beszélni. Van Zoltán éppen az SEO modul demozza, még mindig az SEO modul demozza, illetve itt már én beszélek arról, hogy hogyan jött létre ez a prezentáció a WordPress-ről migrálásról. Itt láthatjuk a projektmenedzseret. Itt pedig a második napon, az előadás után volt egy ilyen hackathon elnevezésű esemény. Itt a konferencia végeztével megkértek embereket, hogy akinek van egy jó ötlete, hogy mit kellene az orcsában még implementálni, hogy ezt így dobja be. És hát kaptunk szépen kerekasztalokat, randomra le lehetett ülni más fejlesztőkkel, és akkor kiosztottak minden csapatnak egy feladatot, hogy akkor most ezen gondolkozzatok, és lehetőleg oldjátok meg. Hát amennyire tudom, egyikről sem lett konkrét megvalósított feature még, viszont nagyon jókat beszélgettünk. Az az asztal, ahol én ültem, ott így kialakult valami, tehát ott majd ebből lehet, hogy még lesz egy modul hamarosan. Zoltán, neked hogy alakult ez a beszélgetés? Ja, egy nap is többen voltunk, csak viszont végén készült. Itt az úriember a jobb szélén hozta fel, hogy Neo4j graph adatbázis olyan lehetne használni, kettőt lehetne egyáltalán. Ennek lett az eredmény az, hogy az asszociatív lett az említett Neo4j illesztés. Tehát az a kérdés, amit ott előtte feltett a konferencia előadásai alatt, hogy lehet-e graph adatbázis használni orsadat, arra most már az a válasz, hogy igen. Úgyhogy ez egy sikeres operáció volt. És még egy kis hackathon. Itt, hát ez egy színes nemzetiségű asztal volt. És hát ennyit a közösségről, illetve hát még nagyon sokat tudnánk beszélni igazából mindenről, ami eddig szóba került, csak sajnos nincs két napunk, vagy három erre az egészre. Úgyhogy akkor a folytatásban miért jó, hogy az olcsó volt? Illetve miért jó inkább úgy általánosságban, hogy ez önnel egy open source szoftverénetében rész lesz? Mert ez tényleg hozzátesz az ember életéhez. Ezt az országon személyesen is látjuk. Hát az első az, hogy az ember sokkal jobb fejlesztő lesz utána. Tehát az ország kódbázisa az hatalmas, de tényleg nagy. Nem hiába, hiszen megvan benne valósítva minden, ami így a napi befejezési munkában előfordul. Ezért aztán, hogyha azt az ember áttanulmányozza, akkor kap egy jó képet a modern, mérnöki szemléletű, precíz szoftvertervezési és szoftverkészítési praktikákról. És az olcsát kódja tényleg nagyon szép. Tehát ezt a Microsoftnál azt hiszem talán egy évig fejlesztették, mielőtt publikálták volna, egyáltalán hogy létezik ez a projekt. És még egy év volt, még eljutott az 1.0 fázisig. Ott okos emberek ülnek, többek között azok is, akik magát az ASP.NET-et fejlesztették. Úgyhogy egy szép szoftver került a kezük közül. Úgyhogy ha fejlesztők vagyunk, akkor érdemes egy ilyen nyílt forráskódú szoftverrel belásnunk magunkat, ez persze nem csak az országra igaz, mert nagyon sokat tudunk bele tanulni. És tapasztalatot is tudunk szerezni, úgy általában a szoftverfejlesztésről tágabb értelemben, tehát például a szoftver termék kiadásáról. Itt már csak ha az ember azt csinálja, hogy egy modult megjelentett, amit nyílt forráskódúan kiad, feltölt a galériába, azzal már lehet egy kicsit így a szoftver életciklusból néhány tapasztalatot szerezni. Akár csak a felhasználókkal való kapcsolattartás és a szoftver támogatására gondolunk, ami persze egy végetlen érő folyamat, mert a fejlesztés csak egy lépés, az utána még ezt támogatni is kell. Arról pedig nem is beszéltünk még, hogy mennyi kapcsolatot szerzünk, vagy csak röviden megemlítettem ezt.
Igen, hát mennyi kapcsolatot szereztünk? Ugye egyrészt a lengyel és holland kollégával, akik érkeztek a HVS-re, velük nagyon jó barátságot kötöttünk. Közösen is szereztünk programokat, mert hát nem csak arra két napra mentünk, hál' Istennek így volt egy hetünk turistáskodni. Nem csak fejlesztük a vélet. Meg nem csak fejlesztés fel a vélet. Hát igen, francia, főleg az európai kollégákkal, hát igen. Elfelejtettem a brit fejlesztő kollégát megállítani, akinek az előbb említettem a Science Project nevelési csoportját, modul csoportját. Hát ezen kívül ugye amerikai portrétfejlesztők ilyen nagyon sokan vannak. Ott is épül egy egyébként egy elég komoly közösség, a bostoni. Ők demozták például a Harvesten, hogy ők beszéltek arról, hogy hogyan kell közösségét építeni, de egyébként utólag megemlítettek minket is offline, hogy a magyar közösség is nagyon jól működik, úgyhogy mi is beszélhetünk volna erről. Hát igen, szakmai tapasztalat és kapcsolatok terén hát nagyon jó volt, ugye egyrészt azok az emberek, akikkel a heti webmeetingen beszélgetünk, ugye egyrészt a saját, illetve az ő moduljaikról, vagy az orcsár dolgairól, ugye egyrészt azt, hogy személyesen találkoztunk velük, az nagyon segíti a eljövendő közös munkát, az, hogy láttuk egymást, kezet fogtunk, stb. Úgyhogy ez sokat fog segíteni, és igen, nagyjából ennyi. Egyébként van olyan, aki esetleg az orcsárprojekt.hu előtte fent volt, és úgy gyakorlatilag már? Vagy lehet? Tudom, igen. Ennek van, egy hét ember van. Ezt jól látni. Ja, és hát a világátlás is egy olyan dolog, amiben ez segíthet. Most persze volt a konferencia, de egyébként már korábban egy említett lengyel kollégát is kiráncigálták már egyszer Los Angelesbe, mert meg kellett látogatni egy megrendelőt. Úgyhogy ilyenek is vannak. Meg Európán belül is utazgatni szoktak el, az a kevés orcsárfejlesztő, aki van, bár azért vagyunk már. Szóval még akár erre is jól lehet az orcsár, azon hogy az ember a szűk szakmai értelemben is előkelé. Ott még Bence folytatja azzal, hogy mi történik mostanában. Igen, mostanában az orcsár, ugye a jelenlegi verzió 1.5.1, ez a 12. kiadása, ugye 0.1-től kezdve. Az orcsának durán olyan 3 év alatt, az ugye azt jelenti, hogy 3 havonta kijön egy új verzió. Az 1.6 RC, ha minden igaz, ez holnap este be lesz jelentve ennek a megjelenése, illetve hát most is lehet természetesen tesztelni, bárkinek, ugye elérhető, milyen jó benszor. Ezt külön kérték is, hogy teszteljünk erre, hogy minél hamarabb kiderülnek a problémák. Az 1.6 RC, tehát maga az 1.6-os verzió az inkább ilyen technológiai előrelépéseket fog hozni, MySQL támogatást, ugye nem Hibernate-nek a verzió léptetését, ugye ez az adatbázis felettel helyezkedő ugye kommunikációs layer, illetve caching, MVC3-ból MVC4-re, illetve megjelenik a web API, amely nem tudom, ki az, aki hallott a web API-ról. Thank you. Egy ember. Jó, ez egy nagyon jó dolog lesz. Igazából ugye arra jó, hogy RESTful szerviszeket, RESTful interfészeket tudunk implementálni vele, és az orcsárban is ugye integrálásra kerül. Nikolász Main az, aki dolgozik rajta, ő egy brit orcsár fejlesztő, és egyébként az említett steering committee-nak az egyik tagja, az ötfős vezető csapatnak, aki ugye az orcsár fő irányvonalait meghatározza. Egyébként, ha már steering committee, akkor hamarosan választások lesznek, úgyhogy kis politikai kampányok már elindultak, hogy ki az, aki tagja legyen ennek a vezető, ötfős, azt hiszem ötfős marad a vezetőség, ki az, aki tagja legyen. Végezetül pedig az 1.7-es verzió, itt főleg ilyen admin és felhasználói felület dolgok fognak előtérbe kerülni. Például a média kezelés az, ami nagyon komoly ránc felváráson fog átesni. Legfőképpen ez, amit nagyon várunk. Például, ami még remélhetőleg bekerült, az a mozgatható widgetek, illetve az inline editing. Azaz, hogy egy adott, például egy blogposztot megjelenítés a felhasználói felületen egy kattintásra rögtön szerkesztőgombba kapcsoljunk, egy másik gombba pedig rögtön elmentjük. Ez én erre találtam, szerintem ez nagyon
ez egy nagyon fontos feature, lesz elég komoly kényelmi funkció, úgyhogy reméljük, ez 1.7-be bekerül. És hát aztán majd meglátjuk, még lesz 1.8-9, vagy rögtön 2.0-ra ugrunk. Hát a 2.0 az már egy elég komoly mérföldkő lesz, azért az orcsán már most itt nagyon sok üzleti alkalmazása van. Tehát komoly cégek is használják már az egész rendszerüknek az ökoszisztémáiknak a működtetésére. A 2.0-ra már valószínűleg olyan fejlettségi szintet fog elérni az orcsán, amikor szinte már mindenre jó lesz, és barátokésen működni fognak a dolgok. És akkor még a végezetül néhány kérdés válaszol esetleg, ha még mindig van. Egyik az, hogy maga a meglévő kódodat hogyan frissíted. Hát jelenleg ez úgy működik, hogy letöltöd a legfrissebb source-t, és egyszer rámásolod ugye a meglévő installációra. Itt ugye annyi probléma lehet esetleg abból, hogy van néhány fájl, ami a régi verzióban benne van, de már nincs rá szükség. Egyébként maga az, hogy mondjuk van mondjuk egy 1.4-es, pont a mi esetünk. Tehát volt egy 1.4.2-es installációnk, 1.5.1-re frissítettünk. Igazából amit csináltunk, hogy kimentettünk mindent az adatbázisból, amit ki kellett mozgatni, és egy teljesen új clean installt hoztunk létre, nem is tudom mennyire volt, nem volt túl sok, fél óra. Hát azért nem volt ennyire durva, itt az történt, hogy a source nem felírt az új verzióval, hanem nem csináltunk egy új mapát és akkor másodtuk bele, de igazából az adatbázis még minden maradt. De azt hiszem, ez csak az egyik rész a kérdésnek. Igen, a másik a modul. Kompatibilitási problémák igazából annyira nagyon, tehát olyan komoly breaking change-ek verziók között, meg akár több verziók között sem nagyon fordul elő, hogy mondjuk használsz egy core service-t, és az egyszer csak megszűnik, vagy valami hasonló. Tehát ilyen komoly problémákra nem kell számítani. Valóban nem nagyon. Az elmúlt, tényleg talán a legnagyobb változtatás, ami az orsad életében volt, az most már két verzióval ezelőtt történt, amikor az URL kezelést egy kicsit átalakították, tehát ez egy komoly törés volt, azóta nem igazán fordul elő. Néha egy-két interfész megváltozik, de erre felhívják a figyelmet. Igen, de még annyit, hogy az említett, ugye, hogy hívták a régi verziót? Az autorútert. Routable part. Tehát eddig ugye a routable part-ot kellett egy kontinentemhez csatolni, most már van az autoroute part. Itt viszont volt egy migrációs folyamat, ami úgy történt meg, hogy benne volt a source-ban egy modul, ez az update to 1.4, ugye, meg update to 1.5. Ez annyit csinált, hogy a meglévő routable adatbázis bejegyzéseket egyszerűen átpakolt egy autorútos bejegyzésbe, tehát igazából az fájdalommentes volt. Ez még most itt benne van az 1.5.1-es szorban, tehát van egy update to 1.5 modul, azt egyszer el kell futtatni, és ha egy régebbi, mondjuk egy 3-as source-ról van szó, akkor a rútos bejegyzéseket egyszerűen egy autorútos bejegyzésé konvertálja, úgymond. Tehát ez igazából tényleg az ilyen dolog fájdalommentes. Ha nincs több, akkor még utána. Igen, akkor köszönjük mindenkinek a figyelmet, és még lenne egy bejelentésünk, még pedig az, hogy ha minden igaz, akkor sikerül majd itt elindítani az Óbudai Egyetemen egy orcsán tanfolyamot. Sőt, még akár a végén tárgy is lehet belőle, hát ebben is Dávid segít nekünk. Ha minden igaz, akkor ebben a fél évben sikerül odáig eljutni, hogy lesz egy a fél év fennmaradó részére érvényes nyílt tanfolyam, ahol így végigveszünk az alapokat, meg a felhasználói és a fejlesztői alapokat, utána pedig, hogyha már fel lesz benne akkor belőle, akkor teljes körű felhasználói és fejlesztői tanfolyam. Úgyhogy ha valaki esetleg érdeklődne, vagy aki érdeklődik az előbbi irány, tehát a nyílt tanfolyam irány,
a tárgy azt még nem tudjuk, hogy hol lesz. De aki a nyílt tanfolyam iránt érdeklődne, az legyen szíves ide lejönni, és ha gondolja, akkor megadni az e-mail címét, értesíthessük erről. De egyébként a weblapunkban is fel lesz, Facebookon, oldalunkon is fel lesz, mindenhol, amit előrünk fel lesz. Akkor is köszönjük a figyelmet. Milyen hosszú lesz a tanfolyam? Ez a nyílt, ez a fél év végén körülbelül. Mennyi időn belül, mekkora szeretnék, hogy megtalálni ezt. Még változnak.